kedreggel kezdődött a Mária Pócsi benzinkutas rablás ügyének tárgyalása Nyírbátorban. A vádirat szerint a vádlott 2019. január 5-én a 49.11-es számú főúton egy Mária Pócsi benzinkúthoz érkezett autójával, ahol egy műanyag kannába benzint tankolt. Ezután bement a benzinkút üzletébe, ahova magával vitte géppisztolyát, és felszólította az ott dolgozót, hogy adja át neki az üzlet bevételét. A fenyegetés hatására a sértet átadta a pénztárban lévő 447 ezer forintot, a vádlott ezt elrakta, majd elhagyta a helyszínt. A rendőrség a 41-es főúton elfogta a vádlottat, lefoglalta a 447 ezer forintot a lőfegyvert és 23 darab töltént. Ezután otthonában még több darab és több fajta lőszert is találtak. TJR vádlottnak nem volt sem fegyvertartási, sem fegyverviselési engedélye. A keddi előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, védőjével együtt kérték igazságügyi elmeorvos és pszichológus szakértők, valamint tanúk megidézését, ezt az ügyészség is kérte. A tárgyalás október 29-én folytatódik szakértők és tanúk meghallgatásával. A bíróság fegyveresen elkövetett rablás, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntettével vádolja a fegyveres rablót.